Üdvözletem mindenkinek, aki erre a videóra kattintott, a csupasz túlélős videómhoz, ha még ezt nem láttad, akkor egyébként itt a jobb felső sarokba kattintva tudod ezt csekkolni, szóval ahhoz a videómhoz érkezett egy komment. Stedi írta, hogy lenne egy videó ötlete, bizonyos Emil Ray története érdekelné, aki a sivatag közepén lerobbant a régi Citroenjével, majd a szétbontotta és motorkerékpárt épített belőle, hogy tovább tudjon menni. Na, hát ez már így első hallásra, és pont elég meredek volt ahhoz, hogy nem mondom, ennek komolyabban utána kell nézzek. Én bevallom őszintén, számomra ismeretlen volt ez a story, viszont a két kedvenc témám az autók és az utazás találkozik benne, úgyhogy hát mondom, ezt mindenféleképpen fel kell dolgozzam. Lássuk akkor! A főszereplő Emil Ré egy francia elektrotechnikus, akinek meglepő módon még saját Wikipédia oldala is van. Mondjuk semmi érdemi dolgot nem írnak itt róla, a története van röviden legépelve. A most következő események előtti időszakról az az igazság, hogy semmit nem találtam a fasziról. Mondjuk ez nem is csoda, mert ezzel a történetével lett híres meg egyáltalán ismert, így korábbi életéről, mondom még egyszer, semmilyen érdemi információt nem találtam. Pár helyen írták, hogy gyakran utazgatott Afrikában, de hogy hol, hogyan, mivel, meg minek, hát az nem derül ki sehol. Mindegy, 1993-at írunk, amikor is emberünk ez év márciusában már mélyen Marokkó szívében járt a Citroën 2CV vagy François Aul Citroën V autójával. Ekkor 43 éves volt, és valahol Tantan város környékén leledzett. Hogy mit keresett itt, stb. stb. Az igazság az, hogy erre semmilyen forrás nem tér ki, úgyhogy ezt én sem tudom megmondani nektek. A lényeg, hogy innen majdnem 700 kilométerre észak-keletre lévő Zagora városba szeretett volna eljutni. Ezt a bejelölt útvonalon akarta megtenni. Tilemszem városánál azonban a marokkói katonák megakadályozták, hogy tovább menjen délfelé. A nyugat terület meg háború miatt volt ez. Túlmélyen nem mennék ebbe bele, a lényeg, hogy ez a terület korábban spanyol megszállás alatt állt. Még 1975-ben aláírták Marokkóval és Mauritániával a madridi szerződést, mely szerint a spanyolok kivonulnak Nyugat-Szaharából, amit aztán a két afrikai ország oszthat majd fel egymás közt. Ebből aztán semmi nem lett, helyette viszont hosszú éveken át tartó fegyveres összecsapások kezdődtek, közben Nyugat-Szahara függetlenedni is akart, és a helyiekből összeállt egy poliszárió nevű gerilla mozgalom, stb. stb. A lényeg 1991-ben fegyverszüneti megállapodás született, de béke nem. Emberünk meg 1993-ban járt itt, hát el lehet képzelni az akkori állapotokat, meg feszültséget, ami egyébként mára sem nagyon enyhült. Szóval a katonák emiatt nem engedték tovább Müsseid városa felé, hanem visszafordították Tantan irányába. Főhősünket azonban semmi nem tántoríthatta el eredetileg kitalált útvonalától, ezért Tilenszen ma Thameson falu után szúrt egy jobbost. Az volt a nagy terve, hogy az ellenőrző pontot kikerülve folytatni tudja az utat az első elképzelt ternek megfelelően. Itt azonban hamar egy nehezen járható sziklás köves földúton találta magát a semmi közepén. A források itt aztán két verziót említenek, az egyik szerint Emil egy hatalmas gödörbe hajtott és kitölt az első kereke, a másik szerint elvesztette uralmát az autó felett, ami kisodródott és egy hatalmas sziklának hajtva tört ki mindkét kerek a bal oldalon. Mindezt a legközelebbi lakott településtől 20 kilométerre, vagy mérföldre? Mert hogy ez is többféleképpen szerepel, de mindegy nem érdekes, a lényeg, hogy csávókám ott maradt a sivatagban a semmi közepén egy használhatatlan autóval, meg nagyjából tíz napra elegendő vízzel, meg élelemmel. És akkor itt jöjjön az 5000 forintos kérdés, hogy mit gondolsz akkor ezek után mégis, mihez kezdett emberünk? A válasz: azon az úton, ahol jött, visszafele haladva elindult segítségért. B válasz: a Grylls-től tanult módszerekkel, a kulacsát telehugyozva és teveszart csemegézve elindult tovább a célja felé, gyalog a sivatagban. Céválasz! Az autóját 12 nap alatt komolyabb szerszámok, meg minden egyéb nélkül csomára szétszedi, majd épít belőle egy motorkerékpárt, amivel visszamotorozik a civilizációba. Hát, kedves vágó úr, hadd gondolkodjam! Szerintem az A az túl egyértelmű, vagy ez valami beugratós kérdés, de az a én azt, azt egyszerűen kizárnám. Na most nézzük a B-t, hogy a Bergbüsztől tanult módszerekkel. Na ezt már inkább gondolnám, de az az igazság, hogy még ez is túl életszerű. Éppen ezért én azt mondom, hogy akkor legyen a C, jelöljük meg a C-t. És valóban ez történt, a francia MacGyver ugyanis vonakodott attól, hogy autóját otthagyja a sivatagban, és azt esetleg szétlopják, amíg oda van, ezért az a nagy ötlete támad, hogy épít belőle egy motort. Teljesen szétbontotta az egészet, de tényleg az utolsó csavarig majd nekiállt. Úgy gondolta három nap alatt végez, de kicsit elszámolta magát, mert 12 napnyi bíbelődés után készült el a remek mű. A végére felrakta a rendszámot, felfogadta a maradék alig másfél liter vizet, és útnak indult. Sokáig nem jutott, és rá is esteledett, ezért az útszélén tábort vert és elaludt. Éjjel aztán katonák ébresztették, pont azok, akik visszafordították. Nem kicsit ki voltak akadva, hogy emberünk mit keres még mindig a tiltott területen, főleg ezzel a csotrogánnyal. Emil előadta a kis történetét, hogy az autó tönkre ment, de összeheftölt belőle egy liba kergetőt, amit a katonák hát nem igazán akartak elhinni. Kérték, hogy vezesse őket vissza az autó roncsához. Ezt meg is tette, majd onnan visszakísérték Tantan városáig, ahol egyenesen a rendőrségre vitték. Itt aztán kapott egy 4500 dirhamos, azaz cirka 450 eurós bírságot, mert hogy a kocsi papírjai így már nem voltak érvényesek a motorra, a jármű veszélyesnek minősül és már nem felelt meg a forgalmiban szereplő leírásnak. Ezek után kétféle befejezés létezik, van a happy end, mely, mely már tündérmesébe hajlik és úgy szól, hogy a büntetés kifizetése után Franciaországig hazamotorozott vele, meg van a másik, mely szerint a motort az egyik tiszt házának kertjében hagyta, majd hazament Franciaországba, hogy aztán egy hónappal később ismét egy kacsakocsival nekivágjon az útnak, visszamenjen tantalék, hogy onnan hazahozza az ott hagyott motorkerékpárját. Hú, bazd meg! Tehát én, amikor ezt végigolvastam, én komolyan mondom, hogy néztem olyat, mint fácán a felező vonalon. Ezt kitalálni is elég lenne, bár komolyan nem tudom, hogy mit kellene előtte ehhez inni vagy szívni, meg hogy mire. Minden esetre mielőtt kamut kiáltunk, hát nézzük meg egy kicsit jobban a dolgokat. Kezdjük magával az autóval, bár nem hiszem, hogy van ember, aki nem tudja, mi ez. A Citroen 2CV minden bizonyal a bolygó egyik legpuritánabb, legigénytelenebb autója, ami a második világháború után állítsunk elő olcsón-olcsót jeligével készült az alapoktól. 1948-tól 1990-ig tehát 45 évig gyártották szinte változatlan formában. Ilyet talán egyedül a Volkswagen bogár tud még felmutatni, de az ehhez képest rendesen űrtechnika. A kacsát talán a Trabanthoz lehetne hasonlítani, bár szerintem még attól is jóval hitványabb. Ez a gép tényleg az autózás minimuma, nem bántásból mondom, de ettől tényleg nem hiszem, hogy van lentebb. Ehhez képest a Citroen autógyár egyik legnagyobb sikerű modellje lett, összesen több mint 5 millió darab készült belőle. Mindegyikben kéthengeres léghűtéses boxermotor dolgozott, az elején 375 köpcentivel nevetséges 9 lóerővel. Ezek végsebessége 60 km per óra körül alakult. A gyártás végére aztán a löket térfogat már elérte a bődületes 602 köpcentit, ami még mindig nincs meg két dobozos kólányi, a teljesítmény pedig váltó-ropogtató, féltengely-szaggató, aszfalt felgyűrő 29 lóerő lett. A végsebesség elérte a szédületes 110 km per órát, már ha volt olyan hosszú egyenes a környéken, hogy fel tudjon gyorsulni annyira. Az sajnos sehol nem derült ki, hogy a francia úriember milyen évjárattal, melyik motorral indult neki, és a képek alapján sem tudom megmondani, mert semmilyen típus ismeretem nincs ezzel a Verdával kapcsolatban. Aki vágja, az kommentben írja meg. De ezek után a számok után nekem azért elég nehezen hihető ez a kisodródott sztori, és hogy neki csapta egy sziklának. Főleg, hogy az eredeti képeket megnézve én 5 kilométeres körzetben egyetlen nagyobb említésre méltó követ sem látok, hogy olyat, ami érdemben kár tudott volna tenni az autóban. Azt halkan jegyzem meg, hogy ha valóban kitört volna a kerék, akkor minimum a sárvédő is sérült volna. Már ha egy az egyben le nem tépi a kerék, ehhez képest én kereken nulla külsérelmi nyomot látok a kocsin. De oké, okay, valami nem adta ki, kitört a kerék, akkor most mi legyen? Azt ugye csak tippelni lehet, hol történt ez vele, és a térkép alapján szerintem a 20 mérföld és nem a 20 kilométer lesz a reális. Tantan városától ugyanis csak ez a kereszteződés, ahol lefordult, több mint 20 kilométerre van, a 20 mérföld meg nagyjából 32 kilométer, tehát ezek szerint valahol itt akadt el. Ezek után gondolom benne is felmerült a kérés, hogy akkor most mégis mit kellene csinálni. És azért lássuk be, hogy egy épeszű embernek nagy valószínűséggel ez lenne az utolsó ötlete, hogy fogja magát, és akkor a sivatagból darabjaira szétműti az autóját. Ettől már csak az lett volna nagyobb ötlet, hogy mint a rajzfilmre, hogy fogja magát, azt akkor mint Spongyabob keres egy szép nagy követ, ráül, beindítja, és rász. szépen tovább vezet rajta ülve. Vagy mi lett volna, hogyha elindul azon az úton visszafele, ahol jött, mert hát mondjuk annak már volt egy óriási előnye, egy az, hogy ismerte az utat, kettő pontosan tudta, hogy hova visz, és oké, okay, hogy a sivatagban vagyunk meg 32 km, de azért lássuk be, úgy őszintén ez nem a világ ez a távolság, arról meg nem is beszélve, hogyha úgy igazán megküldi, tulajdonképpen egy nap alatt legyalogolható. Vagy éppen visszamehetett volna a katonai ellenőrzőpontra is, ami fele ennyire messzire sincs, mert addig kb. 14 kilométert kellett volna megtenni. De nem, ugyan már, hova gondolsz? ő eleve nem fogja otthagyni az autót, mert még ellopják, csak tudnám, hogy hogy mikor mozgásképtelen, meg olyan helyen áll, ahol tényleg még a madár se nagyon jár. Mindegy, egyszer csak megszállja az ihlet, hogy várjál, szétbontom az autóm, az egyetlen olyan dolgot, ami érdemben meg tudna védeni a naptól, az éjszakai hidegtől, a homokvihartól, stb. stb. Meg tulajdonképpen, ha valahogy sikerül alkatrészt szerezni, akkor a megmenekülésed záloga. Szóval széthányja a gépet, és akkor majd ő valami motort eszkábál belőle. Mindezt úgy, hogy érdemi szerszám nem áll a rendelkezésére, meg ráadásul a végeredmény sem biztos, hogy működőképes lesz. Hmm, eh, nagy dilemma, mégis mi legyen, de gondolom, mint a rajzfilmben a villanykörte kigyult a feje felett, majd elégedetten csettintett egyet, és nekiállt. Nyilván messze ez volt a legjobb döntés, amit hozni lehetett, és gyerekek, én ezen a ponton vagyok abban biztos, hogy itt az ellátmány mellett emberünknél hát lehetett egy, egy jó nagy adag kápszi is, mert úgy őszintén, tehát szerintem a bolygón nincs olyan ember, aki tiszta fejjel ezt megjátszana. De oda se neki, ő úgy gondolta, hogy három nap alatt vagy végez, hát 12 lett belőle, és ez idő alatt sikerült neki elkészíteni ezt a mesterművet az alvázat szétvágta, aminek a közepére felfogadta a motort, a két megmaradt kereket a lengőkarokkal befele fordítva felszerelte, csinált valami kormányfélét, illetve a lökhárító egy darabjából egy nyerget, és kész is volt a masina. Fék nem volt rajta, a gázt meg a kuplungot kézzel kellett húzgálni. A kihajtás a legprimitívebb módon dörshajtással volt megoldva a váltón lévő fékdob segítségével. Ezzel csak az volt az egyetlen probléma, hogy az ilyen irányba forgott, amitől a kerék meg pont a másik irányba fordult volna körbe, azaz csak tolatni lehetett volna vele. Éppen ezért a nagyjából 200 kilós szerkezetet csak rükvercben lehetett használni, mert pont úgy ment előre, de ezzel a maximális sebessége alig volt meg 20 km per óra. De ugye ehhez is a kihajtást a másik oldalon blokkolni kellett. Blokkolnám, blokkolnám, mert tehát el, elvérném, én nem hogy elvérném, hanem Amit valami ide hajtott vasdarabbal oldott meg MacGyver, Máskülönben a differenciálmű miatt a terheletlen jobb oldal csak simán elforgott volna, a bal meg áll egy helyben és meg sem mozdul a Mad Max motor. Nem mondom, ezért aztán megértek inlódni, hogy 12 nap alatt létrehoztál egy olyan szerkezetet, ami nyilgázon hajtva is maximum 4 gyorsabb, mint te magad gyalog. Amit lássuk be, egy utolsó 28-as egysebességes csepel tanyabályk is tud. De ugye ebben az esetben jó, ha fél vagy 3 gázon tudsz haladni, mert azt ugye talán hosszú távon még ki is bírja ez a kis szerencsétlen motor, tehát kb. 10-15 km órás sebességről beszélünk. Na ez volt az a pillanat, hogy mondom, én nekem erről a szerkezetről kell valami bővebb leírás, úgyhogy megpróbáltam letúrni az internet legmélyebb ugyraiba, és hát mit ad Isten, valami olyan dolog jött szembe velem, hogy még magam sem akartam elhinni. Nem hiszitek el, de a Discovery-n futó állítólag című műsorban elővették ennek a faszinak a történetét, és rekonstruálták a dolgokat a moab sivatagban egy valódi kacsakocsival. Én ugyan ki nem állhatom a két műsorvezetőt, de mindig elismerem, ha van mit elismerni, és azért Jamie meg Adam két igazi szakember. Neki is álltak szétbombázni az autót minimális mennyiségű és alapszerszámokkal, és cirka egy óra alatt majdnem csummára a vázik szétbombázták. Majd elkezdték összeállítani a motorkerékpárt azzal az apró módosítással, hogy náluk a motor nem középre, hanem egészen hátra került. Ezzel próbálták azt elérni, hogy ne csak rükvercben lehessen majd használni, hanem mind a négy előre fokozatban. A röhely az, hogy ezzel az egész mutatványjal pár órán belül elkészültek. Innentől kezdve azt hiszem, hogy jogos a kérdés, hogy tulajdonképpen akkor mi a rossz sebet csinált emberünk a sivatagba 12 napig, mire ezt össze tudta rakni. Hát most jó, oké, gondolom, hogy a kápszi által addig tartott a trip, meg értem én, hogy annak idején azért ezt mondjuk mégiscsak ki kellett találni, az állítólag stábjának meg valójában csak utánozni kellett valamit, amit már egy ember megcsinált korábban oké, okay, hogy Jamie meg Adam ketten voltak, így aztán nyilván gyorsabban tudtak haladni, na de, hát ennyivel. Be is indítják a masinát, ami rögtön felbőg, még némi finom hangolás a gázon, majd Jamie ráül, Edem szúr Adam egy egyest, azt hadd szóljon. Több mint meglepő, hogy valóban elindul a szerkezet, de szinte gyalog tempóban halad, és állandóan le kell támasztani a Jamie-nek, hogy fel ne boruljon vele, szóval önálló haladásról nem beszélhetünk. Többször is próbálkoznak, de állandóan elborulnak vele, Végül arra a megállapításra jutnak, hogy a motor hátul és túl magasan van, emiatt nem lehet normálisan egyensúlyozni. Nem is kinlódnak tovább, visszatérnek a műhelybe, ahol modern szerszámok segítségével gyorsan átalakítják az eredeti verziónak megfelelően. A motor most már középen van, és rögtön meg is állapítják, hogy már így álló helyzetben is mennyivel stabilabbnak érződik a kétkerekű. És akkor kezdődjön itt is a próba, egy hatalmas sík betonplacon állnak neki tesztelni, tehát mondhatni ettől ideális a terep nem nagyon van, de most is ugyanaz a helyzet, hogy a motor vezethetetlen és irányíthatatlan, ráadásul tetű lassú, mert csak hátra menetben tud dolgozni. Jamie rögtön zakózik is vele egy nagyot. Cserélnek is, hát ha Edemnek jobban megy majd a vezetés, de akkorát perecel vele, hogy szerencse, hogy rá nem dől ez a 200 kilós vasdarab. Hamar arra a megállapításra jutnak, hogy ez az egész használhatatlan és a mítosz cáfolva. Én nagyon örültem ennek az állítólag epizódnak, mert akkor végül is így hivatalosan is bebizonyosodott az, hogy ezt az ócska hét próbás kamut. Azt még el is tudom hinni, hogy Baltazár valóban ott járt Afrikában, és hogy lekorhatta kocsival a sivatag közepén, bár mondjuk ez a, ez a kisodródós verzió, ez nekem azért egy kicsit erős, de mindegy, akkor maradjunk a másiknál, hogy belehajtott valami nagy gödörbe és kátyóba, és akkor kitört a kereke. Elérhetetlen messzeségre nem volt a civilizációtól, még ha úgy nézzük, akkor gyalog sem, de ezek után az a hatalmas nagy ötlete támadt, hogy ő szétbombázza az autót, és akkor épít belőle egy motorkerékpárt. Emil, könyörögve kérem, add már meg a receptet, hogy mit kell ehhez mégis elfogyasztani, fújni, szívni, lőni, mert én is nagyon szeretnék ilyen képet kapni a sivatag kellős közepén. Nyilván messze ez a legjobb döntés, amit hozni lehet, tényleg annyira életszerű, hogy egyszerűen... Nem is tudom, ez miért nem nekem jutott hamarabb eszembe. Legközelebb én is lerohadok a Twingóval vagy a Kangóval valahol, nyilván eszembe se jut, hogy megszervizeljem, hanem fogom, azt már így engedem is bele a nagy flexet, azt csinálok belőle valami rollert, vagy gördeszkát, vagy nem tudom én mit. Na mindegy is, de hogy ezek után aztán 12 napot ott henteskedik a tűző napon a semmi közepén, majd hoppácska, egyszer csak kész van a szerkezet, lehet szúrni a karót, azt indulni vele. Eden meg Jamie killódása után, amit egyébként tökéletesen sík, betonozott terepen hajtottak végre, Hát én kötve hiszem, hogy a főhős ezen a szar, homokos, sziklás, kavicsos, sivatagi úton majd ott elmotorozgat ezzel a szerkezettel, ami egyébként az autóját is tönkre baszta, és hát az mégiscsak négy keréken gurul, és hát azért nem picit stabilabb, stb. stb. Na mindegy, szóval tényleg ez, ez annyira reális, hogy ő ott elmotorozgat, és akkor ö, egyes legendák szerint ugye hazáig megy ezzel a szerkezettel Franciaországig. Na jó, mindegy, nem is ekézném tovább ezt a történetet, mert úgy gondolom, hogy akinek két agysejtnél több jutott, hát az a röhögéstől úgy nyerít fel, mint a ló, mikor meghallja ezt a sztorit. Annyival menteném ezt az egészet, hogy azt még egyébként éppen el is tudom képzelni, hogy ő ezt a sivatagba építette meg, de hogy minek az egy, az egy jó kérdés, viszont hogy ezzel soha egy métert nem motorozott, na az is biztos. A legszebb az egészben, hogy ez a csotrogány ugye még mindig megvan neki, és találtam is felvételeket, ahogy mutogatja meg, beindítja és túráztatja, de haladni vele sehol nem láttam. Úgy gondolom ez már önmagában is sokat mondó, hogy az állítólagos szerkezettel, ami megmentette a sivatagban, civilizált körülmények között sem tudja reprodukálni a közlekedést. Ez az 5 méternyi lábletevés gurulás az egyetlen felvétel, ahol mozogni láttam vele. Összegezve, Hát ez a faszik kitalált magának valami történetet, ami még talán úgy feliből harmadából igaz is, de ezen kívül ez az egész egy akkora ordas nagy koholmány, hogy tényleg nehezen tudom eldönteni, hogy sírjak vagy nevesek ezen az egészen. Ti egyébként mit gondoltok itt a videóban elhangzott dolgokról? A komment szekcióban továbbra is várom gondolataitokat és véleményeiteket. Írjátok meg, hogy számotokra milyen ez az egész így első hallásra meg látásra. Köszönöm szépen a figyelmet! találkozunk legközelebb, igen, és hát akkor a videó témájához kapcsolódva, itt nem is olyan régen esett megint egy kis hó, úgyhogy kivittem a Twingót egy kicsit csapatni, arról egy ilyen rövid snittet vágnék ide nektek, ezzel búcsúzom, szevasztok! Akit még egyébként érdekelnek további ilyen autós kamus dolgok, azok ide mellém kattintva tudnak egy pár ilyen videót csekkolni,